Üdvözlöm Önöket, ez itt a Turmix 30. 1994-től kezdve napjainkig mutatjuk be a legjelentősebb eseményeket 30 héten keresztül egy-egy adásban, ezzel tisztelegve a helyi tévézés múltja előtt, ugyanis televíziónk 30 éve kezdte meg a műsorszórását annak érdekében, hogy a legfrissebb hírekkel tájékoztassa és szórakoztassa Önöket. Első adásunkban tekintsük meg, mi történt 1994-ben és 95-ben. November 25-én ünnepélyes keretek között adták át a forgalomnak a Kossuth utca felújított szakaszát. Keresztes György, gyöngyös akkori polgármestere beszédében megköszönte mindazt a támogatást, amely lehetővé tette a magas összegű beruházás megvalósulását. Nagy Lajos megáldotta a frissen elkészült útszakaszt, és balesetmentes közlekedést kívánt. A szalagot az Egri közúti igazgatóság részéről Holnapi László vágta át. Az átadás követően a zeneiskola fúvolásai adtak műsort a megjelenteknek. Ez a Kossuth Lajos utca legutoljára, vagy 30 évvel ezelőtt lett felújítva. Ezt az utat mindenképpen a gáz, telefon miatt meg kellett bontani, de ha már egyszer megbontottuk, akkor elvégeztettük azokat a munkákat is, amelyik a többi közművekkel kapcsolatosan szükségessé vált. A köztársaság téri piacon 1994-ben már nem jó állapotok uralkodtak, hiszen addig nem volt lehetőség fejlesztésre, azonban abban az évben sikerült egy építészeti tervvel előállni. Mint ismeretes, a gyöngyösi tévénézők előtt is elég nem jól minősíthető állapotok vannak jelenleg a köztársaság téri piacon. Ennek fő oka az, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül nem kapott megfelelő fejlesztési összeget a piactér. A építészeti problémák mellett számos más közegészségügyi probléma is felmerült, nem egységes a burkolati rendszer, viszonylag rossz az infrastruktúra, tehát éppen ráfér a piacra egy igen komoly beruházás. Itt építészeti oldalról azt a lehetőséget aknáztuk ki, hogy a piactéren, ez lehet, hogy hihetetlen, de miért adatok alapján valóságos, több mint másfél méteres szintkülönbség van az északról délre haladva, ezért így viszonylag kis költséggel lehetne egy olyan térszint alatti parkolótért hozni az új piac beruházásra, ami biztosítaná még talán az ott környékben lakóknak is a parkoló gondját. Tehát a parkolólemez megépítése után volna lehetőség arra, hogy a lemez fölött egy fél szinttel följebb egy új kultúrált bevásárló központ jellegű piacot lehetne létrehozni, amire nagyon jó partnert találtunk a budai mérnök irodával. Jelenleg ott tartunk, hogy meg kell vizsgálnunk, milyen módon lehet eljutni ehhez a célhoz. Nyilvánvaló, hogy egy adott pontot több úton meg lehet közelíteni. Most azzal a feladattal kell megbirkóznunk, hogy meghatározzuk pénzügyi, finanszírozási, jogi, szervezési szempontból, melyik a leginkább célra vezető és előnyös megoldás. December 1994 a rádiózás napján hallhatták először a gyöngyösi Szaturnusz rádió bejelentkezését. Akkoriban minden nap reggel 6 órától délután 5 óráig voltak hallhatók az éterben, és sokan is hangoltak rájuk. A Mikulás napi műsoruk nagy sikernek örvendett, melyen a tévéstábja is forgatott.
Most tekintsük meg, milyen gyárfejlesztések zajlottak a Pipéshegyen 1994-ben. Ön 6 hétig itt tartózkodott Gyöngyösen és környékén, ma már ez az utolsó napja itt. Milyen tapasztalatokat gyűjtött? Véleményem szerint ez egy gyönyörű ország. Kellemes időt töltöttem itt a Mátralja. Mindemellett úgy érzem, kiváló projektmunkát tudtunk végezni a Pipéshegyi gyárban. Ön egy nemzetközi tanácsadói testület tagja, amely már 2 éve tevékenykedik Magyarországon. Mikor és milyen céllal alakult meg ez a testület? Ez a nemzetközi tanácsadói testület amerikai kormánytámogatással működik. Elsősorban olyan visszavonult, kiváló üzletembereket alkalmaznak munkatársakként, akik bizonyos területeken széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek. A fogadó országokban befektetési tanulmányokat és üzleti partnerközvetítést folytatnak. Ezt a tevékenységet már 2 éve végezzük, és 20 országban jártunk. Tehát végül is elkészült egy tanulmányterv. Ön szerint mennyiben lehet adaptálni az amerikai módszereket Magyarországon? Ez a tanulmány 2 részből áll. Az egyik az Interbip Invest RT, amely most is működik, és jó kilátások vannak arra, hogy a továbbiakban is működjön, valamint hogy jó piaci pozíciókat tudjon kiharcolni. De én úgy gondolom, hogy a jövőkép kialakítása 70%-ban a saját kezükben van. Más a helyzet a Mátra gépgyár esetében, amely jó ideje áll, ennek ellenére itt is lehet érdeklődőket találni, igaz, elsősorban csak a telekre vonatkozóan. Természetesen arra is vannak gondolataink, hogy hogyan lehet a meglévő gépparkot hasznosítani más termékek gyártása érdekében. Az önök által elkészített tanulmánytervet hol és mi módon ismerhetik meg az érdeklődők? Ezt a tanulmányt egy szakértői tím fogja elemezni Amerikában, ennek eredményét pedig minden számba jöhető cégnek megküldjük. Az Interbip esetében számításaink szerint körülbelül 18, míg a Mátra gépgyárnál 12-15 üzletfelet jelenthet. A visszajelzések előre láthatólag 95 március-áprilisára várható. A régen méltán Európa hírű Parád üveggyárba látogatunk, és megcsodálhatjuk az angol királyi családnak is szállított termékeket.
Göncz Árpád egész napos Heves megyei látogatásának utolsó állomása Nagyréde volt, ahol megtekintette a helyi szőlőskert szövetkezet borászati üzemét. Emellett megismerkedett a mátrahajai borkultúra történetével a helyi bormúzeumban, és természetesen a kóstoló sem maradt el. Göncz Árpád egész napos Heves megyei látogatásának utolsó állomása Nagyréde volt, ahol látogatást tett a helyi szőlőskert szövetkezet borászati üzemében. Ezt követően megtekintette a bormúzeumot is, amely a mátrahajai borkultúra történetét ismerteti meg. Természetesen nem maradt ki a programból a kóstoló sem, úgy mint a helyi hűtőház termékei és a kiváló minőségű fehérborok. Ezek közül is kiemelkedik az 1986-os évjáratú nagyrédei házslevelű, amely 93-ban a franciaországi Bordeauxban megrendezett borverseny aranyérmese volt. Közvetlen megfigyelők véleménye szerint a köztársasági elnök úrnak íz lett az édesnedű. Most pedig tekintsük meg, 94-ben mi mennyibe került a boltokban, és milyen mértékű áremelések voltak akkoriban. Biztosra veszem, hogy sokan meg fognak lepődni ezen. Január 1-től csak a tejtermék ment egy kisebb százalékba föl nálunk. 49 forint a literes politej, a Mátra tej, 36 forint a tejföl, és 23 forintig adjuk a joghurtot. A 10-ről a 12%-os árváltozást még nem léptük meg. Ez most szombat, vasárnap 14-15-én lesz a leltár, és akkor fog érvényesülni. Ez a lisztre, a cukorra, meg zsömlemorzsa, akkor a plusz tabletták lesznek. Ezen kívül még a vágósajtoknak az ára ment föl, és a kenyereknek átlagosan csak a 2% árváltozást hajtottuk végre, ami 1-2 forintot jelent egy kenyérnél. És milyen áremelések várhatók a közeljövőben? Hát csak azt tudom mondani én is, amit a újságokból olvasunk lényegébe véve. Tehát a rizsre, még a többi hentes árut is érvényesíteni fogjuk a magasabb százalékot. Viszont az örvendetes, hogy már mi olcsóban adjuk a kávét, tehát a Csibót, a Dauboregbercet és az Edusó kávétnak az árát, hogy levette a cég, így mi is már olcsóban árusítjuk. Nem csak az élelmiszer, hanem a háztartási cikkek árai is emelkedtek. A lakók, higítók átlagosan 20-25%-kal drágultak. A festékek árai is változni fognak, az újabb szállítmányok már az emelt árral érkeznek. Az illatszerek, illetve a kozmetikai és háztartási tisztítószerek egyelőre változatlan áron kerülnek forgalomba. Csak a mosópor esetében lehet számítani a közeljövőben 15%-os árdrágulásra. Most pedig jöjjenek életképek ebből az évből. We'll be right back.
94-ből egy anyag maradt hátra, mégpedig a szilveszter. Nézzük meg, milyen sokan búcsúztatták az új évet, és köszöntötték az újat Gyöngyös főterén. A Gyöngyösi Televízió második éve volt. Ez az év bővelkedett tüntetésekben, utcára vonultak a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók és a vasutasok is kilátásba helyezték a sztrájk lehetőségét. 1995-ben alakultak az üzemi tanácsok, és ekkor építették a benzinkutat a Pacsirta úti lakótelepen. A Taspusztai Tangazdaság emlékparkjába ekkor ültették el az első fát. Mátrafüreden meggyújtották a gázlángot, és ehhez az évhez fűződik a Könnyek helyett alapítvány létrehozása. Emlékezzenek velünk! A volt Pacsirta telepen 1995-ben épült a város negyedik benzinkútja. A gyorsütemű építkezéssel egy időben a becsatlakozási útszakaszok kialakítása is megkezdődött, így a Mérges útról Budapest irányába egy gyorsítósávot építettek, és a lámparendszert is ekkor alakították ki, ezzel megoldva a gyalogos átkelés problémáját. Ugyanis mindaddig átkelőhely hiányában az emberek a korláton átmászva szaladtak át a főútvonalon. Megoldódott a platánúti autósok problémája is, mert Budapest felől érkezve közvetlen lefordulósáv épült. Szent István király napja előtt egy nappal ünnepélyes keretek között gyújtották meg a gázlángot Mátrafüreden. Nézzük meg az akkori teljes bejátszást. Nagy naphoz érkeztünk, duplán nagy naphoz, hiszen holnap Szent István királyunk napját ünnepeljük, és megelőzően az ünnepet megelőzően úgy terveztük, és sikerült, hogy Mátrafüred megnyugodhasson, és a mai nappal az ünnepet megelőző napon a gázvezeték gázzal történő feltöltése elkészüljön, és ünnepélyesen meggyújthassuk a gázlángot.
Dr. Hammer István köszöntő szavait követően Czövek Ágnes alpolgármester asszony ünnepi beszédében említést tett az utóbbi idők változásairól és az ezzel járó pozitív, illetve negatív hatásokról is. A lényeget tekintve azonban Eötvös József gondolatát idézve a következőket mondta. Csak egy eszköz van, mely által a kormány az állampolgárok többségének szolgálatot tehet, ha meg tudja győzni őket, hogy amit tesz, az számukra hasznos. A beruházás, melyet az EGRI székhelyű generál kivitelező Rekord Kft. Alig 3 hónap alatt fejezett be, meghaladja a 80 millió forintot, melyhez az önkormányzat körülbelül 60 millióval, a TIGÁZ 15-16 millióval, míg a lakók egységenként 75 ezer forinttal járultak hozzá. Körülbelül 10 éves álom válik ma valóra. Ez a konkrét beruházás 1994 tavaszán kezdődött meg, most a Mátrafüredet ellátó belső elosztó hálózat átadására. A gerincvezeték az kiépült 1994-ben. Ez mit jelent a lakóknak, mikor lesz gáz? Hát a mai átadástól folyamatosan lehet rákötni, ez most már a állampolgárok és a TIGÁZ közös feladata, illetve saját elhatározása, hogy ki mikor köt rá. Dr. Lassányi Ferenc a kivitelező cég képviselőjének köszöntő szavait követően került sor az ünnepélyes gázlánggyújtásra. A lángot Hisz György, Gyöngyösváros és a település országgyűlési képviselője lobbantotta fel. Az ünnepséget Petőfi Sándor a Szabadsághoz című versének sorai zárták, melyet Sárközi László a Miskolci Nemzeti Színház nyugalmazott színművészének tolmácsolásában hallhattunk. A város vezetői már 1995-ben is fontosnak tartották a testvérvárosi kapcsolatok ápolását. A vendégek tiszteletére állófogadást rendeztek a Városháza udvarán, ahol Szabó Gyula, Gyöngyös akkori polgármestere és Szövek Ágnes alpolgármesterasszony köszöntötte a küldöttség tagjait néhány képviselő részvételével. A vendégek a farkasmályi pincéket is megtekintették, ahol meghitt hangulatú ebéd és borkóstoló várta őket. De hogy melyek ezek a testvérvárosok, az az anyagból kiderül. Nézzük! Hogyan és mikor jött létre ez a testvérvárosi kapcsolat Celtvéggel, illetve Kézdivásárhellyel? Hát valójában a Kézdivásárhelyi kapcsolat az nem is hivatalosan testvérkapcsolat még. Ehhez tudni kell, hogy a román állam nem nézi mindig szívesen azt, hogyha az ottani városok magyar városokkal kötnek testvérkapcsolatot, de én azt hiszem, hogy nem ezen múlik a dolog. Gyöngyösnek és Kézdivásárhelynek olyan tartalmas a kapcsolata és olyan szívből jövő, hogy nyugodtan nevezhetjük testvérkapcsolatnak. Tervezzük egyébként, hogy jogilag is testvérkapcsolatra emeljük, és éppen a csoport a vezető tanácsnokúrral egyeztünk meg abban, hogy lehetőleg ezt néhány hónapon belül nyelbeütjük. Tudnélik Szőcs Csaba úr, aki a városnak a polgármestere, és akinek nagyon nagy érdemei vannak abban, hogy így alakult a két város kapcsolata, vélhetőleg februárban befejezi a polgármesterségét, és szeretnünk még az ő ciklusában ezt nyelbeütni. Milyen jellegű ez a kapcsolat a két várossal? Csak idézőjelben kulturális, vagy más jellegű is? Azon vagyunk, hogy ne csak kulturális legyen. Eddig Kézdivásárhelyről szóltam, egy picit izgalmasabb a celtvégi kapcsolat. A celtvégi kapcsolat kifejezetten gazdasági alapon jött létre. Ehhez tudni kell, hogy Celtvégben működik annak a cégnek az anyavállalata, a Föstalpin, amelyiknek egy magyarországi leányvállalat és egy nagyon jó prosperáló leányvállalata, a FAMAV, a volt kitérőgyárnak az osztrák részlege. Ezt talán sokan nem is tudják. És hát egy kicsit büszkén mondhatom, hogy épp napjainkban az anyavállalat komoly gazdasági nehézségekkel küszködik. Épp a polgármester úr mondta, hogy a közeljövőben 50 embert kell elbocsássanak, szemben a gyöngyösi leánycéggel, amelyik nagyon jól működik, és nincsenek jelenleg ilyen gondjai. Tehát önállók ez gazdasági alapon indult. A gyárigazgató Auli úr szorgalmazta azt, hogy a két város létesítsen ilyen kapcsolatot, és mindkét város fogadókész volt ebben a dologban. Mindkét várossal igen komoly kulturális kapcsolatunk alakult ki. Lényegében rendszeressé vált a csoportok cseréje.
Hozzá kell tegyem azt, hogy a celtvégiek egy kicsit komolyabban veszik ennek a szervezeti formáját is. Ők hivatalos delegációkat is nagyon szívesen várnak, és ők maguk is jönnek. Kézdivásárhelyen egy kicsit lazább ez a kapcsolat, nem annyira a hivatalos része dominál, hanem inkább a személyes, az emberi kapcsolatok. Egészségügyi dolgozók és pedagógusok tüntettek 1995-ben, köztük gyöngyösiek is, és a vasutasok is kilátásba helyezték a sztrájk lehetőségét. Utazzunk vissza, és tekintsük meg akkoriban, milyen volt egy tüntetés. Zárásként nézzük meg egy éves összesítést, melyet televíziónk akkori dolgozói készítettek, amelyben fejlesztési lehetőségekről is beszámoltak, hiszen többek között terben volt a műsoridő bővítése. Nagyon sok munkával telt. A kezdeti induláskori heti két adásnapról ma már eljutottunk odáig, hogy hétfő kivételével szinte minden nap ki tudjuk tölteni ezt a két órát. Eljutottunk addig, hogy túl voltunk az első élő közvetítésen szeptemberben a születi napok kapcsán, és nagyon-nagyon sok problémát, nagyon-nagyon sok feladatot próbáltunk megoldani, nem mindig teljes sikerrel, de ez úgy gondolom, hogy a tanulópénzt mindnyájunknak meg kellett fizetni. Hogyan tovább, legalábbis ami a közeljövőt illeti? Hát várjuk a médiatörvény megjelenését, hogy a műsoridőnk esetleg meghosszabbodhasson, de most karácsony előtt örömmel mondhatom a nézőknek, hogy ha a minisztérium hozzájárul, beadtunk egy ideiglenes sugárzási engedélykérelmet, hogy az ünnepek alatt ne csak két órában, hanem a szeptemberben megszokott 10 órás adásidővel tudjunk a nézők rendelkezésére állni. Mennyi az esély arra, hogy ez az ideiglenes sugárzási engedély a jövőben végleges lesz? Ez az információink szerint a médiatörvény függvénye. Ha a parlament elfogadja ezt a törvényt, akkor azt követően felülvizsgálják a meglévő engedélyeket, és azután folyamodhatunk műsoridő hosszabbításért. Legyünk most optimisták, amennyiben ez megvalósul. Mi lesz a jövőbeni program? Hát valószínűleg a saját készítésű műsorok száma egyelőre a technikánk véges volta miatt nem fog tovább növekedni, de igyekszünk más műsorgyártókkal is felvenni a kapcsolatot, így többek között a sok néző által hiányolt Top TV-vel is, és megpróbáljuk egyéb műsorokkal kitölteni ezt a 10 órát. Természetesen akkor rátérünk arra is, hogy minden nap megismételjük az előző napi adásainkat. Igen, népszerűek a telefonos játékok. A jövőben van-e elképzelés ennek a bővítéséről? Van másfajta telefonos játék is elképzelésben, várjuk hozzá a szponzorokat, most pedig a jövő héten elindítunk egy sokfordulós telefonos játékot, amelynek a vége már nem telefonos, hanem élő stúdiójáték lesz, karácsonykor, illetve szilveszterkor láthatják a nézők, egy igen szép spanyolországi utazás fődíjért játszhatnak majd velünk.
Köszönöm, hogy velem tartottak. Legközelebb egy hét múlva jelentkezem, akkor az 1996-os épült csemegézünk. Szép estét, viszontlátásra!